So, you want to know the story of Splatterhouse, the new horror video game for TurboGrafx-16? They say he stalks the old haunted mansion. They say he's looking for his girlfriend. They say his only weapon against the maggot-eaten ghouls who took her is a 2x4. And you say you want to play this game? Splatterhouse. Splatterhouse. 1988-ból mondanák a japánok. Na hát kérem szépen, az előző csatornámról ugye letörölték, törölt a csatorna Splatterhouse 2, de én most rátettem a kezeimet a TurboGrafx-es változatra, ami ugye különbözik az arcade verziótól valóban, de nem túl sokban, én inkább azt mondanám. Inkább, hát a grafikussága az megmaradt a játéknak, ugyanúgy brutál, inkább a, hogy is mondjam, a hangeffektekben van itt egy-két változtatás. Tehát sikolyok, halálhörgések azok, amik kimaradtak ebből, azt vettem észre. Meg esetleg annyi egy-két boss fight egy kicsit másabb, néhol könnyebb, néhol nehezebb, de ha valaki vitt az arcade verziót, akkor szerintem ez sem fog neki gondot okozni. TurboGrafx nem hiszem, hogy sokkal könnyebb lenne. Esetleg a Jenny boss fight-ban van egy kis változtatás. Nem tudom, hogy könnyebb vagy nehezebb lett-e. Még régebben jó begyakoroltam azt a boss fight-ot, úgyhogy meglátjuk. Kipróbáltam, itt is sikerült, régen az arcade verzióban is sikerült. Ugye egy 4.-5. stage-től kezd el igazán nehéz lenni a játék. Ugye itt lenne maga a ház, Dr. Westnek a háza. És igazából érdekes, de itt a mennydörgés elől Rick és a barátnő ide menekülnek be, de a TurboGrafx változatban ezt sem mutatják, mint az arcade-ben. Gyorsan itt látom, ide bemenekülnek, és hát konkrétan elrabolják Jennyt, és ez lenne itt a sztorinak a lényege. És Ricknek meg kell menteni a barátnőjét. Ugye Dr. West ilyen különleges, furcsa kísérleteket végzett itt a szörnyeken, embereken és ilyen, nem tudom, démonszerű lényeget kezdett el idézgetni. Dr. West egy kutató lenne, egy professzor, aki igazán érdeklődik az okkultizmus iránt. Hopp, kis denevérek. Itt sem változott egyébként nagyon semmi, tehát mindjárt látjátok, de hopp, ezt ki lehetett volna onnan rugni. Ricknek van egy alsó tájrugása, amit én majd próbálok, igyekszek használni. Igazából minden emlékeim szerint működik itt is. Illetve nekik a pattern-jük megváltozott, a repülőfejeknek a pattern-je. Nem tudom, most könnyebb vagy nehezebb. Az, hogy ekkorát ugranak, szerintem nehezíti egy kicsit. Illetve maga az itteni boss fight. Az első stage-ben itt még elég egyszerű. Valaki még emlékezhet esetleg. Még nagyon régen vittük ezt a játékot somlójékkal. Érdekes módon elméletileg ő sem hallott a Splatterhouse-ról, vagy max a Vanpaku graffitiről. Jó, hát nyilván az a... az a rom, ami még megmaradt és él. Itt figyeljünk oda, mert... még egy utolsó kiugrik a hullából, és az megölhet minket. Vannak ilyen kis nyalánkságok Splatterhouse-ban. Jó kis side-scroller beat-em-up játék egyébként. Valaki tudja, mit csinálok, hogy gyorsan ki lehet vinni. Én nem tudom, mit csinálok annyira. Ugye a 6. meg a 7. stage-et... még egyszer, hát jó, a 6. stage-et talán egyszer vittem ki. Elméletileg 7 stage-es a játék. Igen, tehát itt ezek a háttérben lévő ellenfelek, amikor dobják ránk, illetve köpik ezt a savat, nem adnak ki hangot, ezt észrevettétek. Az arcade verzióban adnak ki itt is halálhörgést már. Én nem tudom, hogy most a TurboGrafx-ből szándékosan vették ki, vagy könnyebb volt így megcsinálni a portot, fogalmam sincs. De azt én, hogy ezt belerakták. Itt ugye a hullák leesnek, azokat is ütni kell, mert azok is sebeznek minket.
Megnéztem egy review-t, SNES Junk szerint egy, nem is tudom, könnyű játék lenne? Legalábbis azt mondta, hogy szerint egy egyértelmű és könnyű beat'em up játékról van szó. Hát fenne tudja, most az arcade-re gondolt, vagy a TurboGrafx változatra. Lehet, hogy a TurboGrafx változat kicsit könnyebbnek találta, de az a verzió, amit így még én is fel tudok venni videóra. Az arcade-et nagyon nehéz már megtalálni egyébként. Ahhoz már valami nagyon speckó portot is kell ráadásul keresni. Fent van neten, megtalálhatjátok az arcade verziót, de nem tudtam volna azt úgy megoldani rendesen, hogy tudjak vele még videót is felvenni. Meg elég furcsán is futott a dolog. Tehát annyira nem túl jól optimalizált. Ezt is ugye ezt emuhókkal viszem, az a különleges emulátorral. Ugye a második stage-nek a bossa konkrétan egy szoba. Tehát ez szintén nagyon horroros dolog. És ugye a különböző tárgyakkal kell vigyáznunk, mert azok támadnak minket a szobában. Emlékszem, itt régen egy kicsit gondot okozhatott nekünk majd az utolsó tárgy a szobában, ami picit trükkös lehet. A többi az eléggé magától értetődő tényleg. Tehát nekünk repül egy-két kés, hát csak le kell ütni. És most belegondolok, hogy milyen vicces, hogy milyen menő boss fightokat találtak ki régen a Genesis játékban, a többi beatmapban. Hát, itt a megrepülő tárgyakkal, meg késekkel harcolunk. Ugye a késeknek itt az a titka. Hopp, közben jön a portré. Próbáljuk nagyon gyorsan leütni. És kész, akkor kirepül a szellem, de vigyázzunk, mert nincs még vége. Középen, ha figyelmesek vagytok, elkezd mozogni a csillár, az ránk esik, meghalunk. És jól tudom, az teljesen mindegy, hogy mennyi HP-nk van az instadet. Na most elfelejtettem mondani, hogy késekkel kapcsolatban... Hát annyit ad onnan a késekről, hogy érdemes őket egy oldalra ütni. Mert akkor csak egy, nyilván egy irányba kell csak figyelnünk. Ha jobb oldalra ütjük mindkét kést, akkor jobb oldalról fog támadni mindkettő. Tehát ez is kicsit magától értetődő, de erre nekem ez lenne a taktikám. Illetve itt ezen a stage-en nagyon kéne vigyáznunk. A kutyához jobb, hogyha oda mentek kétszer is, inkább ti ütitek meg, mert ha ő megy oda, az nem lesz szép. Opa. Tehát valahogy így. Ugye a kutyát el tudjátok terelni neki a figyelmét, hogyha... Hát hogyha adtok neki hullát kajálni, mert ő konkrétan dögevő. Mint vigyázzunk ezekkel a vizekkel, mert nagyon megnehezítheti nekünk a stage-et. Ez tényleg érdemes vigyázni. Hopp! Oda visszamész. Tehát ez is még ide átuguljuk nekünk. Hopp! Na, hoppá! Ezt nem kéne most elszúrni. Sokkal könnyebb lesz a boss fightunk. Vigyük magunkkal a shotit. Ezt tudom itten tanácsolni egyébként. Hasznos lesz, és már meglátjátok, hogy miért. Mert ugye itt annyi, hogy az arcade verzióban is volt egy trükkje ennek a boss fightnak, nagyon könnyű így csízelni. Ha nem használt kell a shotgunt, hanem magatokkal viszitek, akkor tudjátok váltani ezzel, amit eredetileg csak egyet kapnánk ez a boss fighthoz. Tehát valahogy így nézne ez ki. És kódáig el tudjátok vinni a két shotit. Ugye ő lenne a Biggie Man, a zsákos ember. Splatterhouse ikonikus bossza, akit simán egy 10-12 shotgun lövéssel meg tudunk így ölni. Tehát ezért érdemes magatokkal vinni a másik shotit is. Alapból 8 lövést kapunk, a 8 lövés nem lesz bele elég. És onnantól nagyon nehéz közelharcban megölni. Meg lehet, én is öltem már meg közelharcban, de fölöslegesen sok HP-t veszíthettek vele. Hát itt van egy olyan stage, ahol nem kéne most meghalnunk. Nem kéne egyáltalán, inkább azt mondom, hogy leesnünk nem kéne. A szigony az egy kicsit segít nekünk. Nem sokat, de egy kicsit segít. Mert olyan egy ilyen óriás csecsemő. Hogyha valaki ismeri esetleg az USA-ban új fenn meghozott Roe-Wade törvényt, fogok rá hivatkozni a Splatterhouse-ban, hogyha valaki nagyon szomorú lenne, és
Nagyon szomorú lenne azzal kapcsolatban, hogy Amerikában már nem hajhatnak végre rajta annyi abortuszt, amennyit csak szeretne. Akkor kezdjen el játszani Splatterhouse 1-jel, mert itt lesz rá lehetősége bőven. És nem fogjátok látni, hogy tervezek még a Splatter... Hoppá, ezt elszúrtam. Tervezem még a Splatterhouse 2-ről is csinálni majd egy végigjátszást, vagy egy longplayt. Itt jól vigyázzunk a tükrökkel. Ugyanis, megtalálom még a saját tükörképünk idővel. És nagyon erősek. De gyakorlatilag ugyanazt a támadást tudja csinálni, mint mi. Egy HP-val már ez lehet, nem lesz meg. Nagyon random szokott lenni a támadása, tehát... Aha, tehát ezt igazán nem fogjátok tudni kitalálni. A tükörig csúszhat, mászhat, üthet, bármit megtehet, amit mi is tudunk igazából. Talán ugrásból nem tud rugni még. Jó. 4 HP-val már talán menni fog ez a pálya rész. Itt könnyű HP-t veszteni, igen. Szóval SNES Junk elég könnyű játéknak ítélt. Hát nem tudom. Most nem tudnám ezt megítélni. Lehet, hogy tényleg csak a kettőt tartják annyira nehéznek. Régen Somli megjegyezte, hogy szerinte az egy is elég nehéz. Hát fene tudja, beatmapokhoz képest igen. De random retro játékokhoz képest nem tudom. A többi retro játékhoz képest talán annyira nem nehéz az első. Még az arcade se, hát a TurboGrafx az meg szerintem pláne nem annyira. És azt hiszem 4. stage-nél vagyunk? Itt a boss fight érdekes, repülőfejek fejjel folytott keresztel. Amit Amerikában hiszem, hogy annó szintén cenzúráztak. És ez egy sima rendes kereszt. Nyilván blaszfémiát ugye nem mutathatnak. Isten káromlás fejjel lefele fordított kereszt, vagy mi. Volt is ezzel bajuk rendesen. Ugye itt a keresztet kéne megütnünk, vagyis hát az Antikrisztus keresztjét. És nem kéne elveszíteni ezt a bárdot. Közben a repülőfejek egy kicsit megnehezíthetik a dolgunkat. De annyira nem vészes. Elégszer belültünk a keresztbe. Akkor... Hoppá. Igen. Ez a stage miatt lehet egy kicsit nehéz. Random a képernyő széléről előbukkanhatnak ezek a fejek. TurboGrafx talán még egy kicsit nehezebb is ebből a szempontból itt. De úgy emlékszem, az arcade-ben csak egy oldalról jönnek a fejek. Talán könnyebb kiszámítani. Tehát erről általában jobb oldalról jöttek, úgy emlékszem. Aha, valahogy így. Érdemes leütnünk az összeset. Csak itt próbálok kicsit vigyázni. Hopp. Most nagyon nem éri el. Hogyha nem éred el, Rick. Már csak. Na, most. Jó lesz most már. Most van meg. Jó. Kicsit oda kellett figyelnem, mert mondom, a két oldalról jövő repülőfejek picit össze tudnak zavarni engem is néha. Viszont continue-t meg kreditet nem használtunk el, úgyhogy talán hivatalosan is ez eddig a legjobb ránom. Amióta csak viszem a Splatterhouse 1-et. Na most itt egy kicsit hülyén néz ki ez a jelenet szerintem, mert ugye amikor jön a bajos zene, mindjárt. Itt az arcade verzióban Jennynek a sikolyát hallhatjuk. Itt meg kicsit hülyén veszi ki magát, hogy nem hallunk semmit, és csak így... Hát, megállunk az oltárnál, és így várunk. Ez egy kicsit furcsán nézhet ki. De nem tudom, miért vették ki a halálsikolyt, vagy a halálhörgést, fene tudja. Mert TurboGrafx-en ilyet nem lehetett, vagy nem szabadott csinálni, nem tudom.
meg nem is értek annyira a TurboGrafx-hez. Genesis játékot kicsit jobban ismerem. Meg a Genesis-nek a történetét talán egy picit jobban ismerem. De a TurboGrafx se egy rossz port, ugye mondta Ed, hogy ő befektetett rá régebben, mert hát ugye azt hitte, hogy ez be fog futni. Na, itt például lesz a hatalánk a fej. És a úristámat itt a kezekkel vigyázzunk. Lényeg, itt le tudunk csúszni, úgyhogy folyamatosan tartsuk a kezünket az iránygombon, és ne engedjük el, miközben megyünk, mert könnyen le fogunk csúszni. Hát most ki fog onnan jönni? Ki jön? Na ott például megint lefele száll a fej. És itt az érdekes, hogy át tud minket ugrani. Jó, akkor lefelé fog célozni. Az arcade verzióban is nem sokszor száll talánk a ennek a szörnynek vagy démonnak a feje például. Itt kéne ugrani egyet, és itt fog szerintem most meghalni. Na ez például egy nehezebb pályarész már. Itt ezt nem tudnám most kitalálni. A szellemek azok folyamatosan... Opá, kaptunk rá 20 HP-t. A szellemek azok folyamatosan próbálnak minket támadni. És hozzák ránk ezt a... Igen. Ezeket a koponyákat. Nem tudom. Az arcade verzióban nagyon könnyű volt kiütni a kezükből. Vagy csak én szoktam el tőle, és igazából ugyanúgy működnek. Fogalmam sincs. Régebben ez sokkal jobban ment még az arcade verzióban. Na így, aha. Lehet, hogy akkor össze tudom még hozni valahogy. Hát, ez most nem. Vagy csak jobb oldalra működik lehet. Mindegy. Megyünk tovább. Most nem akarok oda lemenni. Itt nem tudom, milyen stage jön. Ó, ne. Még több tükörik. Csak itt most azt hiszem, hogy sokkal több. Ugye nyilván az lenne a legjobb, hogy fönt haladnátok. Mert a lenti stage-ek azok inkább olyan büntető stage-nek vannak ott. És hát büntető szakasznak a lentiek. Nyilván a fenti lenne a legjobb számunkra. És az lenne a leggyorsabb út talán Jennyhez is. Ó, ez most jól sikerült. Most kivételesen jó arranging volt. Ó, jaj. Jaj, hogy még itt is van egy... Akkor nem szóltam. Erre nagyon nincsen tippem. Talán az, hogy toljuk magunk után a képernyőt. És fölénk ugrik egy, akkor próbáljuk meg fönt kiütni. Aha, nem. Azt nem tudjuk kiütni úgy már. Ez egy kicsit szomorú úgy. Az arcade verzióban lehetett úgy csizelni ezeket a pályaszakaszokat. Hogyha toltuk magunk előtt a képernyőt. Random még talán itt is beválik, de... Látom, hogy itt már próbálták kijavítani ezt a kis hibát vagy csíszt. Mondjuk hozzátesz a játékhoz, mert nem rossz. Jó. 4 HP-val vajon sikerülhet-e Jenny? Jó kérdés. Ez a boss fight is megváltozott egy picit. Ugye arcade verzióban Jenny több dolgot mond. Itt csak annyit mond, hogy help me. Hogyha valaki majd odafigyel rá. És ugye őt meg kell menteni, de talán már neki túl késő. Hát amikor ilyen közeli ugrást csinálok, nem szabad oda menni. És talán a legjobb ugye, amit nem találtunk ki régen somlóival, az, hogy nem el kell magunktól ütni, amikor ugrik, hanem pont fordítva. Az elközelbe kell ütni, mert olyankor jobbra üti. Nem tudom miért. Olyan, mint hogyha a képernyő kilökné másik, az ellenkező irányba, gyakorlatilag. És ne így szórok-e, hogy kis ugrásnál is beleütök, azt nem kellene. Erre nem tudtunk nagyon rájönni. Amikor kicsit ugrik, nem kellene nagyon beleütni. Tehát így igazából, akkor átugrik ide, na majd így. Képen szélén vagyunk, hopp. Nézzük csak. És akkor képernyő szélére ütjük ellenkező irányba.
akkor jobbra üti valamiért. Érdekes mechanika, ezt ki lehet használni a boss fight-nál. Mert egyébként nagyon könnyen tud minket sebezni Jenny. Már ezt én meg is fogok halni. Próbáljuk meg. Á, nem, ott azt már nem lehet elütni. Elmegy. Van még 5 continuum, szóval nem kell aggódni annyira. Nem kell nagyon HP-t veszteni, inkább az. Ami nehéz egy kicsit itt. Ugye ez a stage, ami már egy picit kezd bekeményíteni. Próbáljunk már megint fönt haladni, hát ha sikerül. Ha meg véletlen leesek, hát akkor megnézzük max a lenti stage-eket is. Azok se olyan rosszak egyébként. Csak ennyilván nehezebbek egy picit. Mert ugye mondtam, hogy azok inkább büntető arénák lennének. Na itt most például meg fönt kellett volna ütni. Ennek a karakternek, vagy ennek az ellenfélet mondom, sokkal randomabb lett egyébként az ugrása. Mert nem csinált, hogy ilyen hatalmasat tudott volna ugrani régen. Úgyhogy ez nekem nagyon furcsa így. Vagy csak én emlékszek már rá. Na itt most jó volt. Most középre lehetett ütni. Hoppá! Nagy ugrásik! Én nem közeskedek ezekért a mobokért. Jó. Ha-ha-ha-ha-ha. Mert Rick előre megy, nem hátra. Hopp. Na ott. A bal oldalit lehet, nem lehet kiütni akkor így. A kezükből ki lehetett még annó. Az olyan jó volt. Na itt se. Nem mindig válik be ezek szerint. Jó, ezt a szakaszt egy kicsit nehéz megcsinálni. Akkor végül is inkább az út az, ami necces Jennyhez. Meg ugye néha a szellem az úgy dönt, hogy mégse jövök el. Inkább visszamegyek. Hoppá. Most ugrás helyett leugrott Rick. Vagy leesett, bocsánat. Meglátjuk, lehet, hogy talán könnyebb lesz. Ezt annyiszor kaptam ezt a büntető pályát, hogy lehet, hogy épp emiatt lesz könnyebb. Ezeket, hogyha nincsen eszközünk, akkor ugrásból érdemes legyőzni. Mert az instant megöli őket. Illetve itt találkoztam az egy kedvenc ellenfelemmel, a nekróval. Hát mit csinál a nekró? Éleszti a zombikat. És itt is nagyon furcsa egyébként a hangja. Itt a nekrónak kicsit furcsa, mert ilyen wo-ho, vagy nem tudom mit mond. Olyan furcsa egy picit. De meg lehet ölni gyorsan, és akkor kiszabadulunk picit gyorsabban. Na hát nézzük. Fent kéne mennünk. Várjunk lent. Jó kérdés. Most nem tudom, hol eldönteni, hogy fent vagy lent kéne mennünk. Igen, hát az ott el fog minket találni, és valószínűleg még egy jön, ami szintén így eltalál majd minket. Aha. Ami középről ugrik ki, azt nem lehet úgy kikerülni ezek szerint. Annál lehet, hogy érdemes lenne majd felugrani és úgy ütni. Viszont az egyből Jennyhez vinne minket, az jó lenne. Ha próbálunk itt középen maradni esetleg. És akkor hát, ha így nem fog minket kiugrani. Csak tesztelgettem. Aha, lehet, hogy jó lesz. Aha. Alakul, mindegy, itt már kimegyünk. És ha itt bemegyek, akkor... Igen, akkor instant Jennyt kapunk. Akkor lehet, hogy ez még egy jobb út. Most így belegondolok. Mert amúgy három szakaszt kéne csinálnunk. Lehet, hogy még jobban is jártunk, fene tudja. Na, mindegy, ki kell találnom, mert rég nem játszottam. Uh-oh. Nem Jenny. Rossz Jenny. Ne ugorj. Ja. Nagyot ugrik, akkor az a legjobb, de nagyon RNG függő persze ez is. És az utolsó fázisban már szándékosan próbál csak kisebbeket ugrani. Hát nyilván az a legrosszabb lehetőség. Olyan kell előfordul, hogy nem tudjuk egyszerűen kikerülni a támadását, vagy nem tudom, hogy hogyan lehetne.
Vagy átütjük talán a pont az ellenkező irányba, lehet az kellene. Mindegy. Próbálok beleütni, minél távolabb kerüljön. Talán jó lesz. A harmadik fázis már csak megoldjuk 4 HP-val. El kell nézni, szerintem az arcade verziótól ez így nem különbözik. Csak én jöttem rá a titkára valószínűleg. Emlékszem, ezt aztán jól megjegyeztem, ezt a taktikát. Na itt például, itt nem lehet kijutni. Néha van, amikor ilyen nagyon picit ugrik, hogy kétszer kell belütni. De most szerintem megvan. Jó. És ugye Jenny eltűnik a kezeink közül, mert a démonok már megemésztették a lelkét. Ott meg bejön egy démon, hogy ránk debbeljen, vagy nem tudom, mit akar csinálni. Konkrétan mutatott felénk, vagy valami. Szeretem azt gondolni, hogy igazából csak az én, hogy ottan debbeljen egyet. Na mindegy, és akkor amit nem láttunk soha, vagy nem láthattatok nálam, az a Voltus klinika. De rohadt jó a zene. Ilyen kis embriókat spónolna le nekünk a ház. Gyakorlatilag való a ház, hát valaki azt mondja, hogy szíve, én inkább azt mondanám ezek szerint, hogy méhében vagyunk. Figyeljünk oda és nagyon üssünk. Gyakorlatilag miért meglátunk egy spont, azonnal kezdjük elütni. Mert nagyon idegesítő ellenfelek lehetnek, hogyha megszületnek. Time to overthrow and wait, dude. Na, ez itt a probléma. Tehát ha leszpónolnak, akkor az... egyből egy vagy két HP. Meg tudom egy csinálni ennyi kreditből, az is jó kérdés. Az utolsó fázis soha életemben nem csináltam, úgyhogy... ha nem tudnám, akkor lehet, hogy csinálok most egy szép state-et. Csak már azért is kíváncsi vagyok rá. Első látásra így érdekelne. Hopp! Ne! Jó! Oh-oh. Nem! Nem születsz meg! Nem vagyok az apád. Bírom egyébként tényleg így ránk csimpaszkodnak, mint hogyha felismernének minket, vagy kicsit ilyen morbid módon próbálnák odajönni hozzánk, mint hogyha mi lennénk az apjuk, vagy nem tudom. De azért utálatos ez a pály, mert hosszú, hosszú ez a szakasz, inkább az a probléma itt. Ugye, hogyha álltunk meg és spónol, akkor az nem jó. De... és innen rengeteg jön. Most úgy döntöttem, hogy csak szimplán ütöm gyorsan. Megnézzük, hogy meg tudja így ölni. Hát nem. Akkor ezeket itt úgy tűnik, hogy teljesen fölösleges, muszáj megölnünk. Ó, jaj. Vagy... fönt és lent is ütök egyszerre, akkor mi van? Akkor kiüthetik? Szabadna neki. Na most kell itt nézni nagyon. Aha. Várjál, lehet, hogy megvan.
Igen, mert közben rám is spawnolhat, aha. Megvan. Értem, értem már a cheesy-ót. Oké, azt hiszem megértettem, srácok. Ránk is spawnolhat, googolni kell, balra-jobbra. Tehát gyakorlatilag az összes irányba menni kell és ütni. Jó. Így már azért érthető a dolog. Tehát nem elég szimplán csak ütni, végig ütni kell. És minden irányba. Noise. Oké. Hát akkor ezt a stage-et még úgyse láttam soha. Ez menő eddig mondjuk. Ó, ez boss lenne vagy mi? De ez csak ki kell kerülni. Aha. Akár csak kerülgetés. Aha. Mennyien jönnek. Igen, ezeket nem tudjuk megütni. Az előbb néztem. Jó, úgy csináltam még ezt soha. Upszi. Most nem ugrik. Megnyomtam az ugrást. Rick. Please. Ugorj, Rick. Mennyien jönnek. Hopp. Aha, ez lesz itt a nehezítés, mi? Jó, majdnem. Itt egy kicsi sír. És a maszkunktól megszabadulunk, akkor... Itt a fő boss. Úgyhogy elméletileg maga a ház lenne. Oké, ez így mondjuk egész menü. Ebben a boss fightban én így benne vagyok most. Csináljuk. Ops, az így is újsá kap. Nem elég jól ugrani. Tökéletesen kell időzíteni. Ops. Egy-egy-egy, hárman is jönnek egyszerre. Meg egy harmadik. Itt egy HP-val az nem fog összejönni ott. Kíváncsi vagyok, hogy innen fog-e spawnolni a Rick a boss fighthoz. De hát akkor csak üssük. Az, hogyha lemegy, vagy túl közel élek hozzá, akkor az is megüthet. Hát ez nem túl jó. Az mondjuk nem túl jó. Hát még már nem ugrik. Már egyszer megütötte. Kétszer ugye nem lehet egymás után ugrani, egyszer kell ugrani. Hoppá. De azt nagyon jól. Egy HP-val nem hiszem, menni fog, de próbáljuk meg. Aha, az már rám is spawnolhat. Hát, ha rám ugrik, és akkor rám spawnol gyakorlatilag. Ups. Égő farönk. Az pedig már túl közel jön hozzám, akkor is megöl. Jeez. Ezután meg lehet majd nézni, hogy éri vakonnak a review-ját. Biztosan garantálom, hogy vicces lesz. Így ezek után. Azért próbálkozni hadd lehessen már. De... Várjunk, ottan csak simán a levegőből, meg vagy... Vagy micsoda. Azt ott nem tudnám most értelmezni, hogy mit csináltam ott, vagy mi történik ott olyankor. Nekem esküszöm úgy, mintha csak simán a levegő megölne. Mondjuk, ha eltűnik, akkor az instant egy sebzés. Lehetséges. Ezt akkor sebzésnek venni. Opszi. Nem akarok balhét égő alakok. Upszi-dupszi, na majd itt. És egy pillanat. Na, itt
lennék kíváncsi, most akkor tényleg, hogyha eltűnik, akkor is ránk spawnol, vagy mi van akkor. Aha, megvan. Ami esik lefele. Az sebez minket. Basszus. Aha. Onnan lefele esik, aha, látom. És most balról fog esni, vagy mi? Aha. Értem már. Még az nem tudom, mi akarna ott lenni. Kőtörmelék ezek szerint? Már épp azon csodálkoztam, hogy tényleg mi sebzett meg. Mert azt hittem, az csak ilyen effekt, vagy valami. Ilyen háttérdísz. De nem, mert kiderült, hogy akkor az konkrétan random törmelék, ami sebez. Hát én még úgy jutottam el, szóval most nekem is érdekes. Ó, hogyha már Jenny megvan. Upszi, jó. Két HP valószínűleg nem lesz meg, de azért próbálgassuk. Na, ott most leszpónolt kettőt oda, nem baj. Jön a kéz. Nagyon könnyű kerülni, szerintem lesz itt a második fázis, van egy olyan érzésem. Aha. Ott nem üti meg. Aha. Na, felhozza újra a kezet. Valószínűleg túl sokszor sebeztem. Ó, ilyenkor meg ugrani kéne majd mi. Valószínű. Na, aztán úgy látom, máshonnan úgy tudom kikerülni. Azt is megsebez. Túl kicsi az ugrás windu. Az is. Ójjaj. Hát így is marad a 2 HP, úgy tűnik. Ezt már valahogy nekem kell kitalálnom, hogy hogyan tudok ugrani ott. Na már előjönnek a törmelékek. Oh, de ott nem, és nem azt ott kikerülni, várjunk. Az viszont nagyon furcsa úgy. Nálunk középen. Igen. Igen. HP. Ó, nem jó, mert adtam már két. De várjunk, azt ott akkor se lehetne ott kikerülni, várjunk. Az már is úgyis két ütés lenne. Tehát egy kicsit akkor ez is lehet, hogy unfair boss lenne ezek szerint. De ide meglátjuk. Az ott már furcsa azért. Majd meg van is haltunk szerintem. És akkor kezdjük egy fullossal. Full HP-val, és megnézzük, hogy meddig jutunk. Na úgyis, így is innen fogja kezdeni. Úgyhogy az számunkra teljesen jó. Kíváncsi leszek rá. TurboGrafx-en elméletileg már azt hiszem lehetett is menteni amúgy is. Fejt ugye most tényleg mennyivel nehezítettek rajta, egyáltalán nehezítettek-e rajta az arcade-hez képest. Ennek is még utána kell majd néznem. Három HP. Gyere, te nagy démon arc. Közben nagyon kell figyelni tényleg, hogy mikor spawnolja le a kezeit. Ú, baszke! És kettőt hozott le középre, lol.
Az de szanya. Aha. Még egyszer. Na ott azt nem tudom, hogy lehetne akkor kikerülni. Vagy amikor üt, akkor lehet, hogy ki lehetne dodge-olni. Nem tudom. Erre a kézre kell, hogy legyen valami taktika egyébként. Valami kicsi lifehack. Jó. Égő áldozatokat kikerüljük. Hadd ki tudjuk. Egész jó órán volt. Vagy azt ott, hogy lehetne kikerülni, azt még nem tudom. De azon az király. Hopp! Ott, ott már jön. Oké, és... hozzá most kezet. Látom, hogy nem. Na, most igen. Ugye próbálkozik nagyon. Hopp. Egyre többször hozza le, ugye? És meg ránk is spónol. Na ott! Aha! Meg lenne? Azt nem mond. Vagy második fázis. De akkor a robbanás, hogy szerintem megvan. Nagyon van egy olyan érzésem, hogy akkor a robbanás, hogy csak szimplán megvan. Akkor szoktak ilyet csinálni a retro játékok. Na, nem is tudom irányítani. Szerintem meglett. Boom. És kérdés, megvágjam és kivágjam a bakikat meg jeleneteket, de... ez nem annyira vicces, mi? Lehet, hogy benne hagyom inkább. Nem vagyok itt a somlói galuska, hogy vágjak egész nap 12 órán át. Yasada. Köszönjük szépen a játékot. Még mindig zseniális. Neked is, Mr. Yokoyama. Splatterhouse nem mindig nagy kedvencem. Nekem gyakorlatilag, elmondhatjuk, hogy ez volt a belépőm a retro játékokba. Ezt megláttam egyszer, találtam valahol. Papaja, papajaja. Paja, paja. Azaz. Legjobb producerek. Kirifune. Érdekes kis nevek. De Mr. Papaja, ha jól emlékszem, benne lesz a Splatterhouse 2-be is, mint tervező. Úgyhogy valószínűleg visszük majd azt is. Még meglátjuk, srácok. De hát persze, Chopin írta a zenét. Nyilván. Végigvárjuk a kreditszet. Nem volt rossz játék, mondom, utána kell nézni, hogy mekkora különbségek vannak tényleg az arcade-mekek között. De végigjátszás szempontjából én csak ezt tudtam most nektek elhozni, mert az egyetlen, amivel kompatibilis tényleg most akár egy felvevő program vagy bármi. Zárkéddal meg nem tudom. Egyszerűen a képernyő felbontás is. Találtam egy verziót, de az meg nem volt az igazi. A probléma az, hogy az arcade verziók nincs egy jó portja. Vagyis hát lenne, csak az meg, ha jól emlékszem, csak Xboxra meg PS3-ra van. Mert ugye a 2010-es Splatterhouse-hoz adtak. Odaadták a régi retro játékokat is. Tehát kaptak egy ilyen retro bundle-t azok, akik megvették a régit. Bónuszba. És itt lenne a baj, hogy azt külön nem lehetett feltölteni, tehát konkrétan csak Xboxon meg PlayStationon van a lehet az igazi port, amivel lehetne felvételt csinálni. És ami kompatibilis már a modernebb rendszerekkel, mondjuk azt. És ugye itt lenne a vége. Úgyhogy nekünk marad a TurboGrafx,
amit ugye Ed Findley is mondott, hogy konkrétan neki ez volt az egyik legelső TurboGrafx játéka. És nem feltettem mondani, hogy igen, ő Genesis szeretett volna, Genesis vagy Super Nintendo-t, de a TurboGrafx az ő korában, akkoriban 1990 környékén olcsóbb volt, és ugye akkor még azt hitték, hogy be fog futni a TurboGrafx, mint konzol. Hát aztán mondta, hogy rendesen elszúrta, mert igazából nem futott be, sőt, TurboGrafx-re már szinte senki nem emlékszik. Nem úgy, mint a Sega Genesis-re vagy a Super Nintendo-ra. Úgyhogy igen. Hát, de legalább kaptunk rá egy Splatterhouse egy portot. Ugye most a japán verziót vittem, mert az amerikai az már tényleg teljesen más. Ott már Ricknek a maszkja is nagyon furcsa. Tehát még mindig a japán verzió a leghűebb az arcade verzióhoz, ha úgy nézzük. Maszk, kinézet, meg minden szempontjából. Talán egyel vagy kettővel több HP-t kapunk benne, fogalmam sincs már. Na mindegy, lényeg, hogy köszönöm, hogy itt voltatok, srácok. Örülök, hogy megnéztétek ezt a, hát elég hosszúra sikeredett felvételt és végigjátszást. Ez most vegyétek úgy, hogy egy long play volt. Kisebb bakikkal itt-ott, mert hát mondom, az utolsó két stage-re már szinte egyáltalán nem emlékeztem, úgyhogy az nekem is új volt. Ha szeretnétek Splatterhouse 2 végigjátszást, légy szíves írjátok meg itt Premierben, valószínűleg Premierbe fogom felrakni, és köszönjük, hogy itt voltok és eljöttetek, hello, sziasztok, további szép napot mindenkinek, hello, hello.